Felvidéki játékokkal és táncokkal elsőként a Gurgolya gyermeknéptánc csoport fiatal tagjai léptek a Vörösberényi Kultúrház színpadára Krajcz Károly vezetésével. A legkisebbek mellett a felnőttek és a nyugdíjasok is megmutatták, hogyan is őrzik Balatonalmádiban a néphagyományokat. 2008-ban volt az első alkalom, úgy emlékszem, amikor megrendeztük. Az volt az első számú szándéka, hogy a Balatonalmádiban élő, minden néptánccal foglalkozó, kicsi gyerektől felnőtt és időskorú, akik terjedő táncost egy estére összehozzuk, és velük együtt mulassunk közösen, és természetesen az irántunk érdeklődőknek megmutathassuk, hogy mit tanultunk az elmúlt években. A városban legrégebben éppen az elsőként fellépő gyermekcsoport foglalkozik a néptánccal, őket követték a felnőttek. A főszervező szerint egyre inkább kialakul egy táncház mozgalomhoz hasonló közösség az almádiak és a környékben lakók között. Itt Almádiban én azt gondolom, hogy alig pár évtizede, sőt, talán 11-12 éve működik csak magyar néptánc műhely, bármilyen formában is. Ha jól emlékszem, akkor a Gurgolyások vannak a legkorábban 1998 óta, de ez a 11 néhány év, ez nagyon kevés ahhoz, és ezelőtt meg igazából csak olyan folklór műsorok voltak, hogy meghívott vendégek léptek színpadra, és itt soha nem volt ilyen jellegű élet. Hálás köszönet azoknak, akik ezt elindították. Én bízom benne, hogy ez hosszú éveken, évtizedeken keresztül még tud majd működni. A több mint egy órás rendezvény ideje alatt a Fodor zenekar gondoskodott az élő zenéről. A fellépések végén megvendégelték a táncosokat, és a nézőknek is jutott a finom falatokból. Tombolát is lehetett venni, a bevételt a csoportok működésére fordítják. A rendezvény táncházzal zárult.